A szegélykövek is a helyükre kerülnek lassan, Nagykálóban, a Korányi Frigyes úton. A 49-11-es számú Nyíregyházát és Nyírbátort összekötő út teljes nagykálói szakasza megújul, összesen mintegy 6 kilométernyi hosszon. Mivel az út állami tulajdonú, a beruházást a Magyar Közút Nonprofit ZRT végzi. Mint megtudtuk, a munkálatok során a meglévő aszfaltkupó réteget profilba marják, majd egy rétegben újra aszfaltozzák. A felújításra kerülő teljes szakaszon kijavítják a pályahibákat, átépítik a szegélyeket, valamint kitisztítják az árkokat és az átereszeket. Továbbá rendezik a patkákat is. Ezt a Korányi út, Bátor úti szakaszt is már nagyon régen szeretnénk, hogy a közút felújítsa. Az elmúlt időszakban többször a város miatt nem tudta felújítani, a közműveket több helyen ki kellett cserélni, és ezek a beruházások most valósultak meg. Most már viszont zöld lámpa van az útépítéshez, és hál' Istennek azt gondolom, hogy minden nagykálóinak fontos ezek az útszakaszok, és tényleg nagyon szépen meg fognak újulni. Fontos az a városban, hogy az elmúlt 10 évben sok utat építettünk, újítottunk is fel utakat, tervezünk is utakat felújítani. Juhász Zoltán polgármester továbbá arról is beszélt. Az állami utak felújítása a jogszabályok értelmében nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe. Azonban a településen több olyan önkormányzati tulajdonú út is található, amelyeken szükségszerű a felújítás. Mint mondta, a város több pontján az ivóvízhálózat korszerűsítése, útfelújítás, járda és kerékpárút építés zajlik, illetve történik majd a következő időszakban. Ezeken a szakaszokon a munka során olyan úthibák keletkezhetnek, amelyek javítását, helyreállítását szükségszerű elvégezni a közeljövőben. Egyik már konkrét eleme a Kiskálói részen, az Arany János út és a Rákóczi út fog megújulni pályázati pénzből. Reményeink szerint még szükségszerű lenne a Magyi útnak a felújítása, ezt szeretnénk egyéb forrásból, keressük ennek a lehetőségét. Úgymond a Nagykálói részen is vannak olyan utak, amely felújításra szorul. Itt említeném a Kisbalkányi útnak még a második szakaszát, ami nincsen felújítva. Hozzáteszem azonnal itt azt, hogy itt is csapadékvizeletési munkákat végeztünk, és egyszerűen nem lehet úgy ezeket a beruházásokat, tehát nem engedi a... Tehát vissza lehet javítani, amit felvágtunk, de nem lehet csapadékvízépítési munkálatok kapcsán új utat építeni. Tehát a kettő nem mehet együtt sajnos. Fontos még kiemelnem a Sport utcát, ott is hasonló okok miatt, és fontos kiemelnem a Szakoly utcát, ahol szintén csapadékvízelvezetés épült meg. Tehát most már az átrendszerre rendelkeznek ezek az utak. Ehhez szinkronban az utakat is fel kell újítani. Hasonló még egy utunk van így, a Dózsa-György út, ami egy régebbi program, azt már pályáztuk is annak a felújítását, de azt nem sikerült. Tehát ezek azok az utak, amelyek égetően fontosak, hogy felújítsuk őket, aszfaltozzuk őket. A település polgármestere továbbá arról is beszélt. Az önkormányzati tulajdonú utak rekonstrukcióját pályázati, egyéb és saját forrásból fedezik majd.